Ahhoz, hogy rendszeresen tudjunk testmozgást végezni, és ezt jól tolerálja a szervezetünk, valamint bírjuk is ezt a megterhelést, egészségesen kell táplálkozni, például indiai módra. Az indiai ételek biztosan híresen egészségesek, és nem csak az alapanyagok, hanem a fűszerek miatt is. Mi az, amitől annyira különleges az indiai konyha? Mi az, ami itt van, és a többi konyhában nem fordul elő? Indiában rengeteg fűszer terem, az indiai konyha pedig bőségesen használja mindezeket. Mivel ezek mind természetesek, ott szedik le, ott készítik el őket, így az ételek is a fűszerek gyógynövények által természetes növényi hatóanyagokban gazdagok, amik persze az emberi szervezetre is jó hatással vannak. Ahhoz, hogy valaki egészségesen éljen és sportolni is tudjon, ahhoz megfelelő mennyiségű kalóriabevitelre van szükség, és az sem mindegy, hogy a magas kalóriatartalmú ételek mennyire szolgálják az egészségünket, például, hogy nem kenyeret eszünk, hanem nán, vagy más egészséges módon készült kenyeret, hogy a zsíradék mennyire egészséges, hogy nem zsír, hanem ghee. Hogyan készül a ghee? A ghee sokkal egészségesebb, mint a vaj. Készítéséhez több liter tejet forralnak fel, majd lehűtik. A tetején kialakuló tejszínes réteget leszedik, az alatta maradó részből készítik a joghurtot, a tejszínes részt pedig lassú tűzön tovább főzik, míg szét nem válik, egy olajos részre az lesz a ghee. A maradékot pedig már nem használják. Például a kenyerekből is nagyon sok teljes kőérlésű változat is elérhető. Ilyen a rori, a parathai. A parathaiból sokféle van. Van sajttal töltött, van mentával megszórt, sima, ezek ugye nyilván egészségesebbek, mint a fehér lisztből készültek. Saláta is nagyon sokféle van az indiai konyhában. Hát akkor most már csak meg kell ennünk.